Én átkereteztem ezt magamban, hogy életkori sajátosságnak hívom, feladatnak hívom, időszakos, megoldandó problémának hívom. Nem vagyok hajlandó abba belesüppedni, hogy ez egy küzdelem. Hogy az életem nagy vágya, hogy csodálatos gyerekeim legyenek, az megadatott, és hogy én ebben rosszul érezzem magam. Nem akarom. Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk! Feltétel nélküli szeretet, állandó újratervezés, folyamatos bizonytalanság, kudarcok sorozata, élethosszig tartó kötődés. A szülőség sok dolgot jelenthet, és ezeket egyszerre is érezhetjük. A csodákról és a csapdákról beszélgetünk a Spiritusban. Vendégem Sziládi Hedvég, aki pedagógus és Magyarország első gyerekkócsa. Üdvözlöm a hallgatókat! Amikor valakinek megszületik a gyermeke, sok boldogságot kívánunk, sok örömet, jó egészséget. Én már kifejezetten figyelek rá, hogy kitartást, erőt és türelmet is kívánjak, jelezve, hogy az anyaság nem egy rózsaszín cukormáz. Vagy ha az is, akkor a cukormáz alatt azért vannak nehézségek. Aztán elgondolkoztam, hogy valószínűleg hiába is mondom, ezt az utat mindenkinek magának kell bejárnia, és a saját nehézségeink keresztül ráismernie erre. Így van ez? Be kell járunk ezt az utat? Be igen. Ahogy ö, elkezdődik ez az út, sokféle nehézség lesz, és sok öröm benne, és mindeközben formálódik a gondolkodásunk, másképp gondolunk magunkra, a környezetünkre, hogy még az elején sok félelem is lehet bennünk, vagy nagy várakozások, addig nagyon sok mindent változtat az, hogy hónapról hónapra átformálódik a környezetünk, ahogy berendezzük a lakást, ahogy, ahogy készülünk lélekben, ahogy beszélgetünk másokkal, ahogy megtapasztaljuk annak az örömét, hogy lehet gyerekünk. Hálásak tudunk lenni azért, hogy ebben a helyzetben nekünk megadatott, hogy, 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 hogy így legyünk. Gondolnunk kell azokra is, és akiknek, akiknek nincs ilyen életük, és hogy ez nem adatott meg nekik. Érdemes ilyenkor azért szerintem így a fejünkben átfutni azt is, hogy milyen nehéz lehetett, vagy nehéz lehet azoknak, akiknek ez nem adatik meg. És amikor találkozunk velük, akkor érdemes, vagy ha beszélgetünk. Érdemes úgy, és olyan érzékenységgel közeledni, hogy tudjuk azt, hogy nekünk is volt olyan, mikor még nem volt babánk. Vagy esetleg, ha nem lehetett, hogy, hogy azért azon mindenféleképpen hívok mindenkit, hogy nagy érzékenységgel közeledjünk egymáshoz és magunkhoz is. Eszembe jut az az eset is, amikor viszont a gyermek nélküli ember Akár vágyik gyermekre, akár nem, és ez tényleg zárójeles megjegyzés, viszont nagyon okos a gyermeknevelés ügyében. És akkor a mi anyák azért elgondolkozunk, hogy miért is adő tanácsokat. Nem vagyunk elég empatikusak egymással, az anyák, az anyákkal és a gyermeknélküliekkel, és fordítva. Tapasztalod uh -huh. ezt? Nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert én is pont erre gondoltam, erre a mi anyákra. Hogy mi anyák, mi sem voltunk anyák, mielőtt nem lett gyerekünk. Előtte abba a csapatban játszottunk mi is, hogy Érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy vajon azért, mert most még nincsen gyereke, vagy esetleg nem is lesz gyereke, mert nem akar vállalni, vagy ez az ő döntése, de hogy vajon miért is ne lehetne véleménye? Miért is gondoljuk, hogy a mi véleményünk kiforrottabb, többet tudunk arról, pusztán azért, mert megszületett a gyerekünk, hogy a tapasztalatainkkal már igen, ez, ez, biztos, hogy így van, hogy, hogy sok tapasztalatot szerzünk, és változik a véleményünk, de hogy azt gondolom, hogy mi anyák, sem voltunk. És ezt még egyszer azért hangsúlyozom, mert igenis fontos szerepe van annak, hogy bárki, hogy ne kelljen mindig hozzáfűzni a gyerektelennek. Tudom, hogy nekem még nincs gyerekem, tehát mint a kötelező lenne Hozzáfűzniük azt, hogy igen, ettől még van véleményem, mert nincs, mert hogy van egy fajta Nekem nem tetsző, de ezt mindenki eldönti maga, hogy, hogy hogy van ezzel. Én nem szeretem, hogy nem alkothat véleményt az, akinek nincs gyereke, hogy magyarázkodnia kell. Álljon ki mellettük, és mondjuk azt, hogy mond nyugodtan, neked is van rállátásod, vannak rokonaid, látsz filmeket, olvasol könyveket, van véleményed. Vessük össze, és mi lenne akkor, hogyha lenne akkor a szabadság, olyan érzelmi szabadság bennünk, hogy azt mondanánk, hogy oké, okay, így gondolod, én így vajon hogy van a kettő közti origó, hogy érez össze, hogy legyünk egymásról sokkal megengedőbbek. Egy jó ismerősöm mondta annak idején, hogy a gyereknevelésnek az a titka, hogy már a kórházba el kell cserélni a gyerekeket, mert más gyerekét mindenki jobban neveli. <laughs> hogy, hogy az a fajta ilyen tényleg okoskodó, más életébe beleszóló habitus, az azért szokta jellemezni az anyákat, tehát hogy szoktunk ilyet hallani. Ez olyan érdekes, mert közben meg belül, én azt hiszem beszélhetek a többség nevében, tökéletesen bizonytalanok vagyunk, és azt sem tudjuk, hogy a következő lépésünknek mi lesz a következménye, közben pedig a gyermektelenekkel szemben fölveszünk egy páncélt, egy állarcot, és abból meg a magabiztosságot sugározzuk, a tévedhetetlenséget, nem? Hát mert hogy, mert hogy azért mégiscsak van egy team spirit, amiben uh -huh. itt mi összetartozunk, és akkor hogy, akkor mi egyet gondolunk, mi tudjuk, mi már tudjuk, mi, mi már benne vagyunk ebbe, ami természetesen magában rejti annak a bizonytalanságát is, és a kimondhatatlanságát, hogy bizalmatlanok vagyunk magunkkal, és nem is a bizonytalanság, hanem, hogy nem bízom uh -huh. magamban annyira, hogy ezt jól csináljam, hogy, hogy valójában Hol tanuljuk az anyaságot, tehát hogy hol vannak azok a pillanatok? Amikor, amikor a könyveket elolvasva olyan eszközöket kapok a kezembe, amivel pontosan tudom, hogy ez a sírás erről szól, ez arról, és most 7 óra 20 perckor ezt kell csinálnom. Na, ez a könyvez még nem született meg. És hát az a durva, hogy én egy, egy, egy három és egy hat, egy hat éves gyermek anyjaként még mindig tanulom azt a mondatot, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, mert hogy idősebb édesanyák mindig intenek, hogy azt ne hidd, hogy bármikor is könnyebb lesz. Meg lehet szokni ezt az állandó küzdelmet? Nyilván az anyaságról itt úgy beszélünk, mint az egyik legcsodálatosabb dolog, de mégiscsak göröngyökkel van kikövezve ez az út. Bele lehet ebbe szokni? Én átkereteztem ezt magamban, hogy életkori sajátosságnak hívom, feladatnak hívom, időszakos, megoldandó problémának hívom, nem vagyok hajlandó abba belesüppedni, hogy ez egy küzdelem hogy az életem nagy vágya, hogy csodálatos gyerekeim legyenek az megadatott, és hogy én ebben rosszul érezzem magam, nem akarom. Hogy én nagyon szeretem, hogy vannak gyerekeim és tisztában vagyok vele, hogy vannak problémáim is és hogy vannak nehézségeim is, nekem is a gyereknevelésben, mint ahogy mindenkinek, aki hozzám fordul, mert, mert oka van annak, hogy együtt vagyunk, de hogy kiegészítve, azért például a munkámban nagyon sokszor tapasztalom azt is, hogy azért fordulnak hozzám, hogy önbizalmat kapjanak, hogy a hétköznapi életmenetüket egy kicsit így feltoningolják, hogy nagyobb önismerete, érzelmi intelligenciája fejlődjön, de hogy első körben azt hiszem, hogy nekünk szülőknek kell először is tisztában lenni vele, hogy van bennünk is egy Valencia. Az érzéseinknek van egyfajta amplitudója, hogy jó és rossz érzések akár egyszerre is jönnek, és hogy ezeket a felnőtt ember, a felnőtt élet már tudja kezelni. Kell, hogy legyen bennünk annyi önirónia, hogy amikor látjuk, hogy már nagyon nem megy, és amikor, amikor úgy érezzük, hogy, hogy föladnánk, akkor akkor próbáljuk meg valahogy ezt átfordítani. Tehát, hogy kell, hogy önironikusan egy picit nevessünk magunkon, hogy még mielőtt nagyon belesüljednénk, tanítsuk a gyerekünknek azt, hogy felül lehet írni, át lehet keretezni a problémákat vannak helyzetek, amik megoldhatatlannak tűnnek, de utólag sosem annyira durvák, mint amikor előtte gondolunk rá. Ja, pontosan, mindig a múltba visszatekintünk, és azt mondjuk, hogy bezzeg, amikor csak azzal volt problémánk, hogy négyszer kell, vagy kétszer kell pelenkát cserélni éjjel, hogy az a probléma mi ahhoz képest, ami éppen most van óvodáskorban, hmm. vagy iskoláskorban. Azt mondtad, nem vagy hajlandó belesüppedni abba, hogy ez egy küzdelem. Nyilván nem ilyen egyszerű, de azért ez nagyban egy döntés kérdése, hogy állok az élethez. Egészen biztos vagyok benne. Egészen biztos vagyok benne. Erről szól a kócsinga, egy másfajta látásmódról, egy érzelmi gondolkodásmódról, egy olyan megengedésről, amiben átkeretezed az életedet, a gondolataidat, azt, hogy, hogy hogyan szemlélet saját magad, hogy, hogy mi az, milyen lehetőségeid vannak, milyen erősségeid vannak, a gyengeségeidet hogyan tudod használni. Ad egy olyan fajta szemléletmódváltás, amiben, hogyha otthonosan mozogsz már, és ismered ennek az alfáját, omegáját, akkor jóval kevesebb lelkiismeret és szorongásod lesz az életedben, mert lesz egy más típusú rálátásod az életedre. Hogy nem kell állandóan megfelelni, hogy abban a coachingban, vagy abban az edukációban, amiben én a szülőkkel vagyok, nagyon fontos részének tartom azt, hogy, hogy rálátása legyen a saját életére, hogy azt a gyerekkori kis kicsi énnyét, a kislányt, a kisfiút, aki ma szülő, hogy, azt így, hogy, hogy, vegyük elő, hogy nézzük meg, hogy ő miből jött, hogy, hogy hogyan el az életét. Nagyon sok minden hat ki a mai életünkre. Megfelelési kényszer, erről beszéljünk. Honnan ered? Bennünk van? Példaként kapjuk, vagy a vérünkben van? A múltunkban az szellemi örökségünk, ha úgy tetszik? És miért sok... nem tudunk rajta úrá lenni? Ha nem tudunk rajta úrá lenni. Igen. Ez az egyik legnehezebb és legnehezebben megfogható téma is, azért, mert ehhez el kellene kezdeni föltérképezni, fölgöngyölni, honnan jöttünk, de már nem mi, hanem a nagymama, uh -huh. a nagypapa, a détpapa. Három generáción át tudnak öröklődni azok a benyomások, azok a, azok a hiedelmek, amiket mondjuk még a nagyszüleinktől kaptuk. A Családokban, amikor elkezdünk dolgozni, föltérképezzük, hogy mi történt a nagyszülőkkel, hogyan élték az életüket. Aztán utána a szülőkkel, és mi, mi miben vagyunk. Megdöbbentő, hogy nagyon sokszor ismétlődnek ezek a mintázatok, és amikor a szülő látja, hogy a saját mintázata már a nagymamánál is megjelent, már a nagypapánál is, és most csak egy apró példát veszek elő, legyen ez mondjuk a veszteségtől való félelem, mert a nagypapa háborúban meghalt, hogy... Három generáción keresztül még öröklődik ez a veszteségtől való félelem, és már nem a veszteség, hanem a kommunikáció a veszteségről, amit tovább visz a család, amiben utána már az anyukám már nem beszél a veszteségről, csak nagyon félt engem. Még a nagymama beszélt a veszteségről, ott még tudtuk, hogy miről szólt. Amikor már a, nagymamának, a nagymama az anyukámnak beszél, ott őt már csak félti, de anyám még ismeri a sztorit. De mire hozzám kerül, addigra anyukám már csak félt engem, és már nekem nincs meg a sztoria, ami annó volt, hogy a nagyszülőknek, meg nagyszülők meghaltak a fronton, vagy elvesztették, vagy bármilyen. És ez nyilván nem csak egy ilyen veszteségre lehet igaz. Úgyhogy érdemes odafigyelni, Feltérképezni, hogy honnan jövünk, honnan fakadnak az elakadásaink, hogyan befolyásolja a múltbéli elakadásom a jelenemet, és hogyha befolyásolja, akkor vajon ez tényleg az én problémám -e? Arra is kíváncsi vagyok, hogy nálad ez hogy képeződik le az anyaságban. És akkor lehet a saját példáddal is élni, de mondhatsz általános példát is a praxisodból, hogy az, akit nagyon féltettek a foggalkörömmel, ragaszkodik ahhoz az elméletéhez, hogy már pedig én nem fogom a gyerekemet félteni, de amikor meg felnő, akkor meg azzal szembesül, hogy pontosan azokkal a mondatokkal féltem a gyerekemet, és azokkal a gesztusokkal féltem őt, mint anyám. Szóval, hogy mi múlik, hogy, hogy a következő generációban hogyan csapódik le egy-egy örökség? Én azt látom, hogy ott, amikor megszületik az igény arra, hogy változtassunk az életünkön, amikor már van egy diszkuszió arról, hogy, hogy milyen az életem, és akarok ebben változásokat elérni, akkor kezdődik el egyfajta tudatos haladás abban, hogy miben vagyok, hogy, hogy jelen lenni az életemben, hogy felismerjem, hogy miben vagyok. De az, hogy úrrá tudok-e lenni rajta, talán elfogadásról beszélnék én, és azt hiszem, hogy arra gondolok, hogy az, hogy elfogadjak valamit, az arról szól, hogy nem akarom minden áron elengedni. Az elengedés szóval sem vagyok én jóban, mert amit ha valamit el kell engedni, azt akkor előtte fogtad. Azt úgy engeded el, hogy fogtad. Miközben a elfogadásról beszélünk, akkor abban benne van, hogy egy, egy befelé irányuló mozgás, hogy elfogadok valamit, és hogyha ezt elfogadtam, akkor azt ott tudom hagyni. Mert hogy megérkezett bennem, hogy nem nélküle akarok lenni, hanem vele, csak ezeket a gondolatokat, vagy azt, amiben vagyok, arra nem fordítok nagy figyelmet, nem azon van a fókuszom. Az elfogadást én úgy is lefordítom, az én olvasatomban azt is jelenti, hogy van egy célom anyaként, szeretnék a gyermekeimből értékkel rendelkező felnőttet nevelni ehhez gondolom kell fegyelem kellenek korlátok Közben szeretném, hogyha az ő pszichéje rendben lenne, kiegyensúlyozott lenne, rendben lenne önmagával, csupa ellentmondás a nevelés. És valahogy az elfogadást én abban látom, hogy el kell fogadnom, hogy nem minden múlik rajtam. Hogy ő igenis a vérében hordoz bizonyos múltat, ami lehet, hogy egész más eredményre vezet, mint amit én egy akarattal akarok akár letörni, akár úrá lenni rajta, akár valamilyen mederbe terelni. Ransburg Jenő mondta annak idején, hogy a gyereket, hogyha hamis ciprus akar lenni, akkor belőle hamis ciprus lesz. Hogy lehet abban egy együtt gondolkodás, lehet abban egy tendencia, egy vágy, egy fantázia, hogy mit szeretnék a gyerekemből, és mindeközben figyelnünk kell a saját igényeinket, meg a gyerekünk igényét. Abban a helyzetben, amikor a hétköznapi igényeink teljesülnek. A hétköznapi igényeink alatt azt értem, hogy van egy általános értékrendünk, ennek az értékrendnek megfelelően tudom nevelni a gyerekemet, és szeretném is. Ebben nagy szerepet játszik a szülők közti összhang. A másik része az, amikor a nagy szülőkkel is összhangban vagyok, majd amikor ez egy kicsit így tágul ez a kör, akkor a bölcsőde óvoda iskola, hogy ebben is megteremtsem azt a harmóniát, és itt akkor még ilyen alapigényekről beszéltünk, mint hogy harmónia, Kommunikáció, megértés, és akkor utána még azért ott vannak mellett az elvárások. És ezek az elvárások, hogy érdemes megvizsgálni magunkat, hogy az én saját elvárásaim honnan jönnek, belülről fakadó elvárás, rendszer vagy kívülről. Hol van a kontroll? Külső vagy belső kontrollos vagyok. A belső kontrollom, amikor a saját igényem az. A külső kontroll, amikor az előbb felsoroltak, és a család, és mindenki másnak akarok megfelelni. Van egyfajta nyomás azon, hogy mindenkinek meg kellene felelnünk, vagy szeretnék, hogy megfeleljünk, és talán amiért ezt előhoztam, ez a kell. Hogyha ki tudnánk emelni az életünkben a kell szót, de annyira belekövült, hogy szinte nem is tudunk nélküle fogalmazni. Hogyha ki tudnánk emelni, és azt mondják, hogy nem szeretném, szükségem lenne rá, uh -huh. akkor egy picit már is megszelidítjük azt, amiben úgy érezzük, hogy, hogy mindig teljesíteni kell, és ha mindig teljesíteni kell, akkor ott megszületik a szorongás, mert ha nem tudok eléggé teljesíteni, akkor úgy érzem, hogy a környezetem nem tisztel, nem figyel rám, a gyerekemből bármi lesz, uh -huh. ezer más dolog is lehet, most itt párat emeltem csak ki, de hogy a végsősoron a, az anyák nagy félelme Egyébként majd a 15 év múlva félelem. Tehát, hogy nem a mai félelem az, ami az anyákban benne van, hogy ha ma nem tudja bekötni, rézike a cipőjét, akkor nem fog leérettségézni. De, de, de. Tehát, hogy mi így gondolkodunk sokszor anyák, hogy hármas lett a matematika dolgozat, hármas lett a matematika dolgozat, akkor a témazáró sem fog sikerülni. Ha a témazáró nem sikerül, akkor a félévi jegye is hármas lesz, ha az nem sikerül, nem veszik föl megfelelő középiskolába, trá-trá-trá, és azt hiszem, hogy nem kell, ez, ez, ezt a mozit nagyon sokan ismerjük, lehet, hogy nem így, de sokféle módon, de hogy ez miért van, mert a legjobbat szeretnénk a gyerekünknek, csak ezt a mozit állítsuk meg. Tehát, hogy gondoljuk azt, és tegyük föl magunknak a kérdést, ezt azért mondom, mert ezt nekem, én saját magamnak is felteszem, főleg itt, mikor felvételi előtt áll a gyerekem, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Nem fogják felvenni valamelyik középiskolába, de nem, nem, fogja tudni megérni a felvételét, de hogy én, aki azt gondolom, hogy sokat dolgozom azon, is és figyelek, és, és, állandóan jelen igyekszem lenni az életemben, ugyanúgy meg kell állnom nekem is, és elgondolkoznom azon, hogy célra vezetője az, amiben vagyok. Ha kellőképpen már felidegesítettem magam, akkor feltenni a kérdést, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. A szorongás az a szülőség velejárója? Láttam nagyon-nagyon az a szülőket, és hát nagyon tetszett. Nem tudom, hogy én tudnék-e ilyen szülő lenni, de zseniális szülők voltak. Ők teljesen szabadon engedték a gyereküket, pont úgy csinálta a gyerek, ahogy nekik tetszett, pont annyi házit írtam, mennyit ő gondolt, ez még a tanítói időszakomban volt, pont úgy volt jelen a saját életében, ahogy ezt ő akarta, és nem látom, hogy kevesebb lenne az a gyerek, aki, aki így nőtt fel, nem hiszem, hogy dolgom lenne eldönteni, hogy jobb vagy rosszabb. Azt akarom ezzel mondani, hogy ugyanoda jutottunk, vagy ugyanoda jutottak. Édes, aranyos, szorgalmas, okos, 17 éves lányuk van, de hogy ez egy teljesen más út volt, mint amit én eddig láttam, vagy amiben mondjuk eddig szocializálottam, még úgy, hogy 20 évig tanítottam így is, de valami szintén tetszett. Tehát, hogy, hogy, hogy volt abban olyan szabadság, a mindent megengedő, eszembe jutott az, amikor én így görnyedve még írtuk este kilenckor a házi feladatot, ők nagyon-nagyon nagy lezserséggel beírták, hogy nagyon fáradtak voltak, sajnos nem írnak házi feladatot. Az az érdekes, hogy mondtad a mondatodat, hogy ugyanúgy 17 éves, magabiztos fiatal gyermek lett, vagy fiatal felnőtt lett az a bizonyos lány, csak lehet, hogy azok a szülők élvezték az elmúlt 17 évet. Nem? Ebbe biztos lehet. Megmerem engedni magamnak ezt a, ezt a kifejezést, hogy, hogy valószínűleg az a különbség csak, hogy ők élvezték. Igen. Lehet azért a szorongáson egy picit felülemelkedni, és, és megtalálni, vagy meg kell keresnünk azokat a pontokat, hogy miért is élvezzük ezt az egészet? Tedd föl magadnak a kérdést nyugodtan, és ezt már most már többet szeretnék mondom, mert tényleg segít. Mi a legrosszabb, ami történhet? Szeretem a skálázást is. Egytől tízes skálán Nézzük meg, hogy mennyire fontos az, amiben gondolkodunk. Ez egy picit így kívül helyez bennünket, a jelenben leszünk a számokkal. Mondjuk az egyik, hogy megírni a házi feladatot, hogy strandra menni, bármi. Nagyon gyorsan rá tudjuk vágni, hogy az egyik hatos, a másik hetes, a harmadik nyolcas. Nincs időn gondolkodni. Ahogy rávágjuk, abban a pillanatban már jön egy másik gondolat ezzel, úgyhogy ott, abban a helyzetben már is segít nekünk az, hogy van egy skálánk, amiben magunk előtt látjuk, hogy Oké, okay, ez lehet, hogy tényleg nem annyira fontos, vagy mégis fontosabb a másiknál. Mert ha nem egyszerűsítjük le az életünket, akkor ha a gondolat gondolatot szül, állandóan túl gondolunk, és arra is hívnám még egyébként az anyákat és az apákat, hogy ne gondolkozzanak annyit a dolgokon. Tehát, hogy így legyen az a szabadság bennük, hogy megengedhessék azt, hogy, hogy ösztönösen jól csinálják, amit csinálnak. Nagyon ritka esetben látom, hogy anyák nagyot hibáznak. Nagyon jellemző az, hogy olyan helyzetekben is bizonytalanok, amikben mondjuk, hogyha munkahelyen kellene döntenie, akkor gondolkodás nélkül rávágná, hogy ez így, hogy ez A vagy B. Mindeközben a gyereknevelés bizalmatlansága saját magunk felé abból fakad, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a gyerekünk. Boldog lenne, hogy mindent megadjunk neki, és attól félünk, hogyha egy ponton megcsúszunk, akkor esetleg a többinél is hibát ejtünk. Évtizedek múlva is képesek a szülők hibáztatni magukat, nem csak most, amikor neveljük őket, uh -huh. hanem majd később. Meg aggódunk azon, hogy vajon amit ma csinálunk, annak húsz év múlva milyen hatása lesz a gyerekeinken, és hogy, és hogy vajon elég jók vagyunk-e. Hogy tudunk-e elég jók lenni. Szeretnénk. De mérjük magunkat a szomszéddal, szerencsés esetben nem, de. Na pont ez az, menjünk akkor a versengésre, mert a uh -huh. szorongásból uh -huh. egyértelműen eszembe jutott. Meg az is eszembe jutott, hogy mi például a barátnéimmel egyszer megbeszéltük, hogy ha felmerül bennünk, hogy rossz anyák vagyunk, az már egy jó lépés, mert az azt jelenti, hogy van önkritikánk, és fejlődni szeretnénk, jobbak akarunk lenni, és hogy nem biztos, hogy a magabiztosság az kifizetődő az anyasság szintjén. De például a te példád, amikor lazán neveli valaki a gyerekét, konzekvensen laza, lehet, hogy az is sikerre vezet. Tehát, hogy nem lehet itt általánosságokat, általános szabályokat, jó tanácsokat megfogalmazni, ahogy minden gyerek más, minden anya más, és minden szülőség más. Abszolút így, teljesen. Mint hogy pontosan ezért nem lehet lefektetni olyan szabályokat, ami mindenkire igaz. Egyfajta szemléletet lehet tanulni abban, és akkor itt már arra gondolok, hogy kilépnék abból, hogy milyen jó a szülőnek, és hogyha azon keresztül és azon a szemüvegen keresztül nézelődünk, hogy mi a jó a gyerekünknek, milyen igényei vannak, miben van ő, és hogy amit mondtál, ez a versengés hogy a legnagyobb verseny jó lenne, hogyha az lenne, hogy a gyerekem mit szeret a legjobban, és hogy mennyire tudok azzal menni, hogy a gyerekem ma fáradt, és akkor most azt hoztam meg, azt a döntést hoztuk, vagy ő hozta meg, hogy akkor most a fáradtsága lesz a legfontosabb nekem. Aha. Hogy ebben a fáradtságában például segítem. Most megmaszírozom a lábát, most illóolajat csepegtetek a pároloktatóba, és most azzal megyek, mert most ebben van. És az anyaságba belefér az a, az a gondolat, mert ebből ez jut eszembe, hogy hol van a régi életem, vissza akarom kapni a régi életemet, mert folyamatosan kiszolgálom valakinek a boldogságát? Hm. Igen, hogyha már a legelejétől figyelsz arra, hogy nem kiszolgálod a boldogságokat, hanem boldogságot adsz nekik, és ennek az az egyik eszköze, hogy szeretettel adsz bármit. És most ezt itt nem túl akarom, hanem hogy a fejedbe hogy teszed helyre. Hogy hol van. Hogy úgy érzem -e, hogy folyamatosan áldozatot kell hoznom, mert elveszítettem az életem, vagy arra gondolok, hogy milyen jó, hogy ezt megtehetem, Hogyha van értelme annak, hogyha megszületik bennem az a fajta gondolkodás, egy másfajta megközelítése annak, hogy ez, ez egy átmeneti időszak, még nagyon kicsi a másik, tehát hogy minden időszak egy átmenet, de hogy ha egy picit azon a tükrön keresztül nézzük, hogy nekik is egy gyerekkoruk van, és ezt a gyerekkorukat, ezt, ezt mi tehetjük valahogy valamilyenné, és most, amit tanulunk, tanulnak tőlünk, amilyen nyugalommal, türelemmel vagyunk benne, ugyanígy fognak viszonyulni hozzánk, amikor idősek vagyunk. Vagyis én hívom arra az anyákat, hogy ha fáradtak, ha kimerültek, akkor feküdjön le a kanapéra, vagy a saját fotájába, vagy ahol szeret, és már az egészen pici gyereke is hozzon neki vizet. Takarja be, kérje meg, tanítsuk meg a gyerekeinket arra, hogy gondoskodjanak rólunk, hogy, hogy, kell egyfajta kölcsönösség lenni ebben, mert a szülő, aki a legjobbat akarja a gyerekének, egyetlen dolgot nem tanít meg neki, a felelősségvállalást. Mert hogy ő vállalja csak a felelősséget, hogy a gyereke folyamatos kiszolgálása az bár a szülőt megnyugtatja a gyereknek nagyon jó, nagyon-nagyon sok esetben látom, hogy, hogy visszafordul. Hogy, hogy a, a nagyon Túlféltett gyerekek a szülők ellen fordulnak, mert amikor kimennek, amikor a világban egy picit megtapasztalják magukat, azt látják, hogy a világ nem ilyen. A világ nem szolgál ki engem, a világ nem segít annyit, mint amennyit a szüleim. Majd amikor hazaér, akkor ebben a szituációban nagyon sokszor alakul az, hogy zsarnokivá válik a gyerek, mert otthon viszont meg akarja kapni. Ez természetesen egy szélsőséges eset, de hogy a, amire ki akartam lukadni, az az, hogy igenis legyen a saját fontosságunk szemünk előtt, anyaként tartsuk azt is, és apaként is tartsuk szem előtt azt, hogy vannak igényeink, és most megint visszakanyarodok az igényekre, és ezekben az igényekben segítsenek a gyerekeink is. Tudni, -lik, ha az életünk végén nem segítettek nekünk, és átnéznek rajtunk, és nem törődnek velünk, és azt várják, hogy mi csináljunk mindent, akkor nincs okunk megsértődni akkor, ha mindig csak mi csináltunk mindent. Megtanulták a leckét. Nincs dolga. Minden az én dolgom. Tehát, hogy azzal adunk a gyerekeinknek a legtöbbet, ha felelősséget tud vállalni, az anyukájáért is. Érdekes, hogy a saját igényeinket is említetted, most úgy értem, mint szülők igényeit, mert ebből az állandó bizonytalanságból és ebből az állandó nehézségek sorozatából ugye fakad, Szerintem egyébként velejárója, de majd mindjárt megszáfoz, hogyha nem így van, fakad az állandó lelkiismert fordulás is. Ha véletlenül hibázunk, hogy mindent úgy élünk meg, hogy ez se sikerült, az se sikerült, nekem ez sem megy. Tehát az állandó lelki velejárója a szülőségnek? Mindenki érzi? Nagyon sokan. És akkor már állandó lelkismert fordulásunk lehet a gondolattól is, amit az előbb említettem neked, hogy vissza akarom kapni az életemet. Tehát, igen, hogy az egy Ez egy körforgás, igen, ez egy spirál. Igen. Arról nem is beszélve, hogy az érzelmi nevelésnek most már nagyon nagy jelentősége van. A korábbi generációkban a mi szüleink bennünket még úgy neveltek, hogy legyen egy jó munkája, kinél, hogy legyen diplomája, kinél mi volt az elvárás. Az érzelmi nevelésnek nem volt ekkora jelentősége, kit szerettek, odafigyeltek. Sokkal inkább az, hogy mi lesz belőle és hogyan lesz belőle. Majd megszületett egy idő után az, hogy elkezdtünk, elkezdtek figyelni már a mi generációnk a gyerekeikre, hogy az érzelmi intelligencia, értelmi intelligencia kézen fogva már egy egész más típusú szeretetben mutatkozott meg. Mindeközben Elveszítettük mondjuk azt, például, hogy egy közösség nevelje a gyerekünket, hogy a buszon a könyvtáros néni, a bárki is részt vegyen az életünkbe. Tehát még a korábbi években részt vehetett a zöldséges, a buszsofőr, a szomszédnéni, a pedagógus, bocsánat. A pedag hard, igen, köszönöm. Igen, 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 a pedagógus. Hogy jól-rosszul ezt most így nem gondolnám, hogy kifejtenénk, de hogy volt egyfajta közösségi nevelés. Azt tapasztalom, hogy mostanában nagyon erős az individuum, nagyon erőteljesen képviseljük a családunkat, a családon belül tényleg mindent meg akarunk valósítani, és azért mondtam ilyen erőteljesen és nyomatékosan a mindent, mert hogy kevés abban az elfogadás, hogy ha anyagilag nem tudom megengedni magamnak, akkor nagyon erős a fókusz ezen, és Számomra kétségbejtő például, amikor a gyerekek sokkal jobb színvonalon élnek, mint a szüleik. Jobb életszínvonalon, a szülő kuporgatja magának, nem tudom, bármilyen cipőbe vagy telefonnal jár, míg a gyerekének megteremti, azért mert van egyfajta verseny, és akkor itt csatolnék arra vissza, amit mondtál, hogy miért kezdődik el a szülőbe a szorongás. Itt ebben a helyzetben nyilvánvalóan azért, mert erőn felül csinál bármit. Ha meg nem erőn felül, akkor hogy vajon jól teszem-e, hogy elhalmozom ezzel? Rendben van-e az, hogy ezt így csinálom? Mert hogy van egy ilyen generációs gap megint abban, hogy a mi szüleink, a, 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 amit mi kaptunk, az nem ér össze azzal, ahogy most van. tehát, hogy, Mert hogy az érzelmi nevelésünkkel együtt jött az, hogy felelősséget vállalunk az érzelmeikért. Ha az érzelmeikért felelősséget vállalunk, akkor ezzel együtt fölmerül bennünk, hogy eleget adunk-e. Uh -huh. Pontosan. Hogy, mert ha meg, ha meg nem veszed meg azt a cipőt, akkor meg arra gondolsz, hogy vajon ő mit fog érezni akkor, amikor látja, hogy a többieknek viszont van olyan cipője. Tehát, igen, és hogy... ki is mondod az érezni Igen. Tehát hogy felelősséget vállalok az ő érzéseiért Edbenes. Igen, köszönöm. Átvállaljuk azokat az érzéseket is. Amiket adott esetben lehet, hogy mi nem kaptunk meg, vagy másképp kaptunk. Hogy, hogy mi már ezt annyira jól akarjuk csinálni, annyira nem akarunk benne hibázni, hogy egy picit görcsössé válik az, hogy mondjuk egy osztály kiránduláson szabad-e a gyereknek megnézni, hogy a sas élő hús teszik, ez nálunk volt. Hogy, hogy ne tegyük ki annak, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy mik azok a reális keretek, hogy valójában az értékrendünkbe, értékrendszerbe mi fér bele, Kell, hogy legyen egy reális, optimista látásmódunk abban, hogy úgy segítsük magunkat, hogy közben jól is lehessünk benne. Mm. Hogy a szorongásnál tudatosítsuk magunkban, hogy van egy érzésem, egy érzetem, mi van valójában a fejemben, mit gondolok mindehez. Ezt az érzetet előveszem, ez legyen mondjuk a félelem, félek valamitől. Mit gondolok erről? Azt gondolom róla, hogyha nem sikerül elég jól a felvételéhez, nem talál megfelelő iskolát. Mit cselekszem? Tanulok vele, hisztizünk, veszekszünk. Ha ezeket végigveszem, és ha egy picit távolságot adok magamnak attól, hogy mi segít, akkor egyből fogom látni, hogy valószínűleg az, hogy kiborulok, nem segít. Valószínűleg az, hogy ideges vagyok, nem segít. Kérdezzük meg magunktól, mi az, ami tudna abban segíteni, hogy a gyerekünket felvegyék ezzel, erre, ebbe a középiskolába. Ha elkezdődik egyfajta gondolkodás abban, hogy milyen lépéseket tehetek meg, akkor ezzel együtt a szorongásunkat is egy kicsit oldani tudjuk. Tehát, hogy az érzéseinket tudatosítsuk, és a tudatosított érzések után gondoljuk át, hogy milyenek a cselekedeteink, változtassunk rajta, ha ez nem megfelelő, és cselekedjünk másképp, hisz mindig van választásunk, tehát hogy olyan nagyon-nagyon ritkán van, hogy belekényszerülünk egy-egy helyzetbe. De akkor konkrétan megkérdezem, hogy szülőként nem kell a gyerekem érzéseiért felelősséget vállalnom? Túlvállaljuk szerintem a szerepünket. Ebből is fakad egyfajta szorongásunk. Szóval, hogy vannak olyan dolgok, és te használtad az elengedés szót, amihez eddig ragaszkodtunk, de el kell engednünk. Egyszerűen szerintem egy idő után nincs energiánk azzal foglalkozni, hogy a gyerek mit fog érezni, hogyha a barátnőinek nem tetszik majd a fekete pólója. És mi lenne, ha megkérdeznénk őt, hogy mit érez? Tehát, hogy mi történik akkor, amikor, Őt tanítjuk meg arra, és neki segítünk azzal, hogy miben van. Mi történik olyankor, amikor a barátnőjének nem tetszik a pólója? Hogy vagy ebbe? Mit éreztél akkor? Mit gondoltál róla? Ha egy érzelmi rugalmasságot tanítunk a gyerekünknek, akkor egyrészt nem kell aggódnunk, másrészt egészen biztosan. Tehát lehet érzelmet is tanítani? Vagy rugalmasságot legalábbis be? Ne. Hogy ne? A gyerekek és a felnőttek nagy százaléka sem tudja, hogy milyen érzelme van pontosan hogy amikor úgy érzi, hogy bánatos, akkor ennek ezerféle színe lehet még ezen kívül. És akkor elővesszük azokat a kártyákat, amik ilyen érzelmeket mutatnak. Először próbál fejben gyűjteni, hogy, hogy mégis mi lehet, mi lehet ennek a szinonímája. Nagyon szeretem, csillogó, fantasztikus nyelvünk van, használjuk. Mi a szinonímája? Ha azt mondom, hogy félelem, szedjük elő. Itt csodálatos az internet, bárhonnan, bármit. És akkor nézzünk meg egy másik oldalról. És akkor a gyerekünknél például úgy lehet segíteni a gyerekeknek, hogy felismerjék az érzéseiket, az érzelmeiket, hogy miben vannak. Hogy az az anya, aki úgy jött hozzám, hogy ő boldogtalan, és hogy ő el fog válni, és hogy nem marad ebben a kapcsolatban, a coaching üléseink második alkalommal rájött, hogy valójában ő nem elválni akar. Elképesztően dühös a férjére. Uh -huh. És mikor? kitisztáztuk, helyre tettük, hogy, hogy miért dühös rá, azzal együtt kiderült, hogy a férjében is van egy ugyanolyan nyomás, egy, egyfajta vád alakult ki kettőjükbe, és miután leültünk, és átbeszéltük együtt, és mindenki kihangosította a saját igényeit, és ma már sokszor mondtam ezt, de hogy nem véletlenül ismételgetem, amikor mindenki kihangsúlyozta az igényeit, amikor felismerték egymás vágyott igényét, akkor arra is rájöttek, hogy mi az, ami bosszantja, mi az, amivel nem tud együtt menni, és akkor át lehetett keretezni, az én igényem ez, én ebben érzem jól magam, ez az, amit szeretnék változtatni, és akkor előszedjük azt, hogy hogyan tud, milyen eszközei vannak hozzá. Volt-e már olyan korábban, hogy ezeket megoldották? Hogyha ezeket átpörgetjük, és átbeszéljük, hogy mit kapnak egymástól, és mindenki egy kicsit kívül helyezkedik saját magán, akkor ez a megértés, ez nagyon-nagyon sokat segít a párkapcsolatok javulásában, a konfliktus helyzetekben. És nem véletlenül tértem ki rá, mert szerintem a gyereknevelésben rengetegszer fordul elő párkapcsolati konfliktus is, vagy a párkapcsolati konfliktus hat ki, vagy a gyerekekkel való küzdelem, iskolai helyzetek, óvodai beilleszkedés, betegség, vagy bármi, ez teljesen bizonytalanná teszi a családot, és a családi bizonytalanság nagyon nagy százalékban a párkapcsolatban is megmutatkozik. Nagyon jó, hogy ezt a témát behoztad, mert mielőtt lettek a gyermekeim, elképzelni nem tudtam, hogy egy házasságot miért tesztünkre. Csupán a gyerekek létezése. Mert hogy nem a gyerekek létezése teszítünkre, hanem a problémához való hozzáállásunk hogy, hogy amikor megtanuljuk, hogy ezek helyzetek, hogy ezek, hogy ezek megoldandó problémák, és nem tragédiaként tekintünk rájuk, és nem azt gondoljuk róla, hogy tönkrement a házasságom, mert nem vagyok boldog, mert, hanem azt mondom, hogy most állok egy ilyen helyzet előtt, elképesztően ideges voltam én is, vagy a férjem is, vagy a nagymama, vagy a nagypapa, vagy bárki, vagy éppen a gyerek, hogy megengedni magunknak azt, hogy egy bizonyos helyzetbe lehessünk. Tehát, hogy lehetek dühös anyaként, lehetek dühös apaként. A gyerekem nem baj, ha látja, hogy köszünk van konfliktus, de azt is látnia kell, hogy hogy oldjuk fel. Uh -huh. Tanítjuk azt is a saját konfliktusainkkal, hogy igenis egészen nyugodtan megengedheti magának, hogy érezzen. Vannak olyan családok, akik olyan harmóniában élnek, nagyon nagy csendben, békében, ahol a gyerekek úgy érzik, hogy nem viselkedhetnek érzi jól, rosszul, hogy nem kiabálhat, hogy nem adhatja ki a dühét, mert a családi képlet a harmóniáról szól. Mi nem vagyunk mérgesek, mi nem dühöngünk, a mi családunk. De hogy tényleg van olyan, hogy egy kamasz lány, fiú soha nem dühöng, vagy alkalmazkodni próbál ahhoz a családi mintázathoz, amit a család meghatározott. De hogy ezért kell nagyon óvatosnak lenni, még azzal is, amikor arról beszélünk, hogy harmóniában, és, és, és hogy jó a harmónia, fontos, de hogy ebben a harmóniában is legyünk megengedőek, hogy, hogy van ebben olyan, hogy hogy nem vagyunk ugyanolyanok. És hogy ne próbáljunk a gyerekeink elől eltitkolni, vagy elhazudni, hogy miben vagyunk. A gyerekek, amiket hallanak, kevésbé érzékelik, mint, mint amit látnak. A mintakövető tanulás az, hogy hogyan érintem meg a páromat, hogy hogyan szólok anyukámhoz, hogy egy adott konfliktusban, amiben a szüleimmel vagyok, abban én hogyan tudok toleráns lenni. Mert hogy ezt megtanulja a gyerekem, és a gyerekem azt látja, és tőlem tanulja, hogy milyen lesz a viszonya majd velem, ahogy én viszonyulok a szüleimhez. Elfogadó lesz, segítőkész lesz, alulrendelődő, felül. Megfelelési kényszere lesz. Igen, igen, igen. Vagy a bármi vagy a bármi, és akkor, ha mondjuk megfelelési kényszerről beszélünk, akkor mondjuk én biztos, hogy keretezném azzal, hogy mi a jó nekem abban, és hogy, és hogy vágyja el valaki, hogy mik azok a teljesítmények, amit a környezetem vár tőlem, miben akarok teljesíteni, kinek akarom. Olyan érdekes, mert ez számomra egy új megállapítás, mindjárt végigviszem, remélem van benne ráció, hogy... Megfelelési kényszert hozzuk otthonról, ugyanakkor a gyerekünket feltétel nélkül szeretjük. Azt gondolom, hogy ha feltétel nélkül szeretjük a gyerekünket, akkor benne nem alakul ki a megfelelési kényszer. De lehet, hogy nagyon egyszerű a logikám. Minden egyszerű logikát nagyon szeretek. Lehet ez is jó logika, meg lehet egy másik logika is jó. És egy harmadik logika szerint viszont az igaz, hogy ne szerest feltétel nélkül a gyerekeidet. Na, Igen. Tehát, uh -huh. ugye ő meg azt mondja, hogy ha feltétel nélkül szereted, akkor abba belefér az is, hogy bokár rúg, hogy lelök a lépcsőn. Az én feltételeim azok, hogy tiszteletben tartjuk egymást. Uh -huh. Szép a feltétel nélküli szeretet, hiszek benne én is, de hogy közben tetszik ez a gondolat, hogy mit is jelent akkor a feltétel. Tehát, hogy sokat gondolkozunk. Szofisták mondták azt, hogy a gondolkozás gondolatokat szül, újabb gondolat újabb gondolatot szül. A gondolat stopp ott van, amikor véleményt alkotok valamiről. Amikor azt mondom, hogy én erről azt gondolom, tehát most akkor az én véleménystoppom erről az az, hogy, hogy legyenek határok, hogy tanuljuk magunkról, meg azt, hogy mit hoztunk otthonról, kommunikáljuk a gyerekünknek, hogy mi ebben vagyunk, hogy a legjobb tudásom szerint is aggódni fogok azon, hogy hogyan sikerül neki. De hogy őt is megkérem arra, arra hívom, hogy amikor ilyet lát, akkor, és rajtam látja, akkor legyen olyan odafigyelő nyugalommal, olyan elfogadással, hogy, hogy, mondja azt, hogy anya, most nagyon aggódsz ezen, de nem kell aggódnod. És akkor ez az érzelmi nevelés része, nem? És akkor vissza is kaptál. Hogy akkor egy idő után rájössz, hogy nem vagy mindenne legyedül, mert hogy tanítod is arra, hogy hogyan legyen ebbe az én szorongó helyzetemben, az én megfelelési vágyomban. És akkor azt is megtanulta, hogy neki ezt nem kell tovább vinni, mert ez anyáé. Anya igyekszik, anya mindent megpróbál elkövetni, és van, amikor egyáltalán nem próbál elkövetni, mert akkor benyomódott a gombja, és akkor az érzelmei annyira túltolják, hogy abban a pillanatban a kortizol elönti, és akkor ott nincs gondolkodás. Tehát ott az van, ami van. És akkor utána ezt is át lehet beszélni. Tehát, hogy azért fog látni a gyerekünk feszült nőt, feszült férfit, a párját, tehát, hogy, hogy ne gondoljuk és benne azt, is hogy, lesz feszültség. Hát, de hogy ne? Érzelmek kifejezését is tanítani kell. Az érzelmi érettséget azért azt ne felejtsük el, hogy az agyfejlődése, a prefrontális lebeny érettsége az 20 éves korban, ami felel azért, hogy felelős döntéseket hozzunk. Tehát, hogy, hogy, hogy legyünk azzal tisztában, hogy, hogy amiket a három évestől várunk, azok nem feltétlenül helyén valóak. Hogy a kamasz gyerekünk hormonháztartása annyira felborul, hogy Sokkal nagyobb figyelemmel kellene közelednünk hozzájuk, mint ahogy tesszük. Hogy egy kis kapcsolatban nagy a figyelmünk, nagy az odafigyelésünk, nagy a toleranciánk, de a kamasz gyerekre meg legyintünk. És akkor hallottam már azt is, hogy ez a hülye nem kell apostrofálni, nem kell címkézni azt az időszakot, amiben egyébként néha olyan hihetetlen amplitudok -ok vannak az életükben, hogy az egyik pillanatban még nevet, a másikban már zokogva sír, mert egy másodperc alatt összeomlott bármin. A kamaszkor ezt még a hormonnal is meglövi. Tehát a 21-re lapot lehet kérni, akkor a kamaszkor ezt megcsinálja mindezzel. De hogy az érzelmi kifejezésnek nagyon nagy jelentősége van, detektálni tudja saját magát. Felismeri, hogy miben van, árnyalatai lesznek az érzéseinek. Hogyha árnyalódnak az érzései, akkor az érzés által kiváltott cselekedetek, vagy azoknak a következményeire is ráhatással lesz. Mert egy idő után felismerheti, hogy ezekben a helyzetekben hogyan tud reagálni. De azt is, hogy hogyan nem tud reagálni, hogy mi a legjobb, ami történhetett vele. Ha felidézzük, hogy, hogy volt-e már olyan, amikor ezt jól meg tudta csinálni, volt-e olyan, amikor jól éreztem magát benne, akkor ő elkezd gondolkodni rajta, és elkezdenek a saját gondolatai, és a saját érzelem világával tud menni, nem mi tanácsolunk neki. Nagyon sokszor tesszük, hogy megmondjuk a gyerekünknek, hogy mit érezzen, hogy hova menjen, kivel barátkozzon. De ha ezt megfordítanánk, és velük foglalkoznánk, és ő tanítana bennünket a saját érzelmeire, nem mi próbálnánk, mi csak színskálát mutatnánk nekik, egy palettát dobunk eléjük, hogy. Ilyen csak itt van szétgurult, szedjük össze úgy, ahogy neked tetszik, beszéljünk arról, ami történt, és ne úgy beszélgessünk iskoláról, óvodáról, hogy mi történt, hanem hogy mit éreztél ma, volt-e olyan benned, amikor boldog voltál, volt-e kedves pillanat, kinézett, ma mosolyog hogy részletekre, hogy itt szerintem nem a big picture-t kell látni. A beszélgetés közepe felé beszéltünk arról, hogy miközben bizonytalanok vagyunk, azért van bennünk egy szülői öntudat, és idézőjelesen mondom, kikérjük magunknak, hogyha a buszsofőr, a zöldséges mm -hmm. bácsi, a tanítónéni adott esetben véleménye van a gyerekünkről, és még azt meg is osztja velünk. Nem tudom, hogy ezeket a segítségeket, mert én azért a klasszikus nevelésben hiszek ebben az értelemben, szóval, hogy szerintem ezekre szükség van, de hogy ezeket manapság pótolhatja egy közösségi oldal, amelyben akár édesanyák nagyon empatikusak egymással, megosztják egymással a gondjukat, bajukat, aztán másik oldalon azt is látom, hogy egymás torkának esnek, ha valamiben nem értenek egyet, szóval, hogy, hogy ma a zöldséges meg a buszsofőr helyett a közösségi oldalakon vadidegenek adnak nekünk tanácsokat, jól van ez így? Azon gondolkodom, hogy amikor én a zöldségest meg a buszsofőrt behoztam, az én gondolatom az volt, hogy a gyerekünkre szóltak rá. De hogy a közösségi oldalban yeah, uh -huh. nincs jelen a gyereked, a közösségi oldal az rólad szól. Abban való kommunikáció, hogy ő mit gondol róla, te mit gondolsz róla, beviszel egy közösségi oldalra egy problémát, vagy egy, vagy egy örömöt, a közösség eldönti ott, hogy zárt berkeken belül, hogy ez rendben van, vagy sem, ad egy olyan információt, vagy ad egy olyan választ erre, amit vagy elfogadsz, vagy nem, tehát még ott is benned van, vagy ventillálódik benned az, hogy nincs igazuk, és akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy mi miért kellene másképp csinálni, vagy amikor látod, hogy micsoda marhaságokat írnak. Jól megnyugszol, hogy váó, wow, tehát én legalább ezekben nem vagyok benne. Tehát van egyfajta ilyen nyugalma a közösségi hálónak, hogy ezért nagyon sok hablat hülyeséget összehord, és akkor egy, így egy kicsit néha átradőlünk, hogy na jól van azért ezt jól csináljuk, de Köz, hogy nem. Közben tudja. meg azt is érezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül a problémánkkal, te, hogy nini, ő is küzd ezzel. biztos jó. Ez a beszélgetés is ezt a célt szolgálja, hogy jó hallani, hogyha más is, Igen. Más is abban a cipőben jár. Vagy Ezért mondtam tök. a minőségi csoportokat. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy vannak kiváló csoportok, vannak nagyon támogató csoportok. Nagyon nagy jelentősége van a jó, a kiváló, a minőségi csoportoknak, mert egymást támogatják, mert anyák, apák tudnak együtt lenni abban a problémáikban, vagy amit most mondtál a, a felismerésben, hogy nincsen egyedül. Nagyon-nagyon. Lényeges, hogy fogjuk egymás kezét, és hogy bárkinek leírhassuk. És még azt is megkockáztatom, hogy van olyan, amikor névtelenül valakinek könnyebb bírni a problémáiról, mert nem mondhatja el otthon, mert lehet, hogy a napi ügymenetében 0-24-ben ő helyt áll, gondoz, segít, óv, de van az a negyed óra, amikor kiborulva leírja, hogy minden, tehát hogy elege van a világból és még az is lehet, hogy áll profil alatt. Itt nem, azok, tehát nem azokról beszélek, akik trollkodnak, hanem hogy, hanem hogy aki kírja magából. Lehet, hogy ez sokat segít. Az olyan, mint amikor, nem tudom, talán így beledújjuk egy ilyen palackpostába, és elengedjük a vízbe, amit gondolunk. Hogy, hogy, hogy nincs ma olyan terület. Nem járunk össze, nem találkozunk. A Covid-helyzet még inkább hozzátett ahhoz, hogy a közösségek egyre kevésbé tudnak összetartani, vagy amik összetartók voltak, és szétestek. Hogy olyan helyzetet hozott a pandémia, ami megváltoztatta a közösséghez való viszonyunkat, a közösségben létezéshez való viszonyunkat, a szüleinkhez való viszonyunkat. Hogy vannak gyerekek, akik most két évesek, és valójában az utcán nem láttak mimikát. Mert csak hogy maszkot, mindenkin maszk volt. De. Tehát, hogy, hogy, kell abban gondolkodnunk, hogy ezeket is be kell hozni, hogy családon belül lát arcot, mi van az iskolásokkal, ez egészen más probléma kört vett föl, vagy más gondokat, vagy jó dolgokat is. Most így azt gondolom, hogy ez egy nagyon tágkör is, mert Csak azt akarom ezzel mondani, hogy az érzelmi rugalmasság is segít abban, hogy ezekben a helyzetekben hogyan tudunk segíteni. És az egyik része az, amikor azt mondjuk, hogy mindenre megpróbáljuk felkészíteni a gyerekünket, mindent megadunk neki, érzünk helyettünk, csináljuk helyettük, a másik pedig az, amikor a gyerekünknek megtanítjuk, hogy hogyan boldogul az érzéseivel, mit kezd azzal, hogy a karantén alatt egyedül maradt, mert én elmentem dolgozni, mit kezd azzal, hogy kiközösítették a csapatból hogy nem játszanak vele. Hogy van ezzel? Beszélgetni, 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 és nem feltétlenül úgy beszélgetni, hogy elmondani, hogy mi a te tapasztalatod. Mert az a tiéd. Azt a tapasztalatodat, hogyha megosztod a gyerekeddel, például, ö, egy, amivel nagyon sokszor szoktak jönni a szülők a kiközösítés, hogy hogyan találja meg a barátait, hogy hogyan lesz komfortos az élete, Előfordul, hogy a szülő a saját életét éli meg a gyerekében. Ha őt kiközösítették, nagyon erős a gombja. Ha ő volt a osztály közepe, akkor azt látja, hogy a gyerekének is esetleg annak kéne lenni, hogy el kell érnie ezt, hogy kell, hogy a saját gondolatai mentén a saját vonalzója mentén tudja ő meglépni ezeket milliméterenként, néha ugorva, de hogy szükséges az, hogy ő élje meg, amiben van, nem éljünk helyette. Nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt egy órában, és hát a gyermekek igénye mellett azért fölmerültek a szülői igények is, arról is beszéltünk, hogy miközben figyeljük a gyerekünket, ne felejtsük el a saját igényünket sem, és akkor itt a beszélgetés vége felé ejtsünk szót az én időről, meg a mi időről, hogy ez mennyire fontos egy kiegyensúlyozott családban és hogy mennyire fontos abban a korban, amikor nem találkozhatunk a nagyszülőkkel, mert fértjük őket, vagy éppen adott esetben a nagyszülők még dolgoznak, és úgy nagyszülők ezért nem tudnak segíteni. Uh, uram, bocsá, meghaltak és nincsenek. Szóval, hogy beszéljünk erről a helyzetről, hogy merünk-e, mi a tapasztalatod, merünk-e mi szülők, és szándékosan nem édesanyákra célzok, hanem a szülőkre segítséget kérni, babysittert hívni, takarítónőt hívni, ha úgy tetszik, belátni, hogy egyedül nem megy. Amikor elkezdünk abban gondolkodni, hogy mi a jó az életünkben, hogyan szeretjük élni, mi az, amik a, mik az igényeink, és ha ebben van egyfajta kommunikáció a családban, akkor rájöhetünk arra, hogy valójában egyáltalán nem okoz ez gondot senkinek. Ez még mindig az, hogy fejben dől el, hogy hogyan gondolok magamra, megengedem a -e magamnak azt, hogy én jól érezzem magam, vagy mindenáron azt akarom látni, hogy uh, én teljesítem a szolgálatot. Uh -huh. Hogy vannak igenis anyák, apák, akik reggeltől estig robotolnak, és uh, ebben való teljes kimerültségükbe zuhannak ágyba. Viszont egy idő után ez a kimerültség ez az azért egy idegrendszeri kimerültséget is fog hozni. Olyan dolgokat kell előtérbe helyezni, amiket amiket fontosnak találunk Írjuk le, hogy mik azok, amik örömet okoznak nekünk. Jegyzetejünk, készítsünk egy listát arról, apróságokról, reggeli kávé, nem tudom, a reggelizés. Írjunk össze egy listát, hogy egy héten mennyi örömünk van. Popper Péter mondta, hogy számoljuk az örömünket. Fordítsunk arra figyelmet, hogy az örömnek nagyon nagy jelentősége van az életünkben. Amit még tudunk tenni, az az, hogy ezeket a jó szokásainkat, ezek, ezekből beidegződéseket csinálunk hogy gyakoroljuk őket, hogy tisztában vagyunk vele, hogy kávézni szeretünk, hogy szeretünk gyertyafényes fürdőt venni, találjuk meg azt a negyed órát, hogy szeretjük, hogyha a gyerekekhez bújunk. Írjuk össze ezt a 10-15 dolgot. Az is lehet én idő, amit a gyerekünkkel töltünk, ha az nekem fontos. Mm -hmm. Tehát, hogy ne gondoljuk, hogy az én idő csak az, amit külön töltünk, ha ez engem tölt, ha nekem lényeges, ha én boldog vagyok egy kiránduláson, amikor az összes gyerekem körülöttem szaladgál, az én időm, de akkor azt éljem meg úgy, hogy ez rólam szól. Hogy akkor a szendvicsgyártást bírjam, bízzam a gyerekekre, a páromat kérjem meg, hogy a kutyát tegye be a csomagtartóba, és akkor én ezt éljem meg azt, hogy wow, hogy csodálatos a családom, hogy jó nekem ebben, hogy az én idő, ott hibázik egy picit, hogy az elmúlt időben mindig úgy tűnt, mintha az én idő csak az lehetne, amit én külön töltök, jogázással, relaxálva, hátradőlve, omban, és hogy nagyon jól érzem magam ebben, és csodálatos életem van, és -tra, -tra, -tra. szóval hagyj már nyugodtan, az én idő is egy nagyon egyszerű dolog, az én idő legyen az, amiben én jól vagyok, legyen ez jogázás, legyen ez... Omban levés legyen ez bármi, de én abban jól érzem magam, és ez lehet az is, hogy eszem a műzlis jókurtomat. Hogy ne dönne nagy dolgokat keressünk, olyan apróságokat, amiben a realista optimizmus segít. Igen, van esélyem most Tibetbe menni? Nincsen. Van esélyem a lemenni a kisboltba, megvenni a kedvenc gránátalmámat és belerakni a jogurtomba? Igen. Hogy hogy a, a realitás sokat segít abban, hogy boldogok legyünk. Lehetnek céljaink, lehetnek vágyaink, kigondolhatunk közösen dolgokat, de hogy sokat segít az, amikor a, a hatalmas célok helyett hétköznapi célokat hozunk be, és a hétköznapi célunkat viszont a jelenben éljük meg. Hogy van egy olyan jelenlétünk, amiben mi is örömmel vagyunk, mert hogy ez is tanítja a gyerekünket, hogy fontosak vagyunk saját magunknak. És adott esetben azt is elmondhatjuk nekik, hogy most az van, most abban vagyok, hogy én most jól szeretném érezni magam, most bemegyek fürdeni, most csinálok magamnak, hogy nem kell elvonulni, hogy ne lássa a gyerekünk, hogy mi jól vagyunk. Elmegyünk a barátnőinkkel négy napra, a gyerek mit tud? Elment anya négy napra. Maradjon otthon is az anya, és lássa a gyereke, hogy ő jól van, hogy ő most magával törődik. És amit két körrel ezelőtt beszéltünk, hogy ha látja a gyerekem, hogy magával törődik, anya, akkor. Mit tanítok? Hát az öngondoskodást. Hogy van egy olyan vízióm abban, hogy bármikor, amikor a gyerekem látja a működésemet, akkor minden tanul együtt. És akkor az érzelmi és, és értelmi intelligencia egyszerre fejlődik azzal, hogy megengedő vagyok, hogy belátó vagyok, hogy beszélünk erről. Tehát, hogy engedjük magunknak, hogy jól legyünk. Engedjünk a szorongásnak, engedjünk a lelkiismeretfuddalásnak, csak tisztázzuk a fejünkbe, hogy miben vagyunk. És hogy vajon mi okozhatta. Az önismeret szó jut eszembe. Tökéletes mindennek az alapja. Ahogy a Delphoi Osda felirata is mutatja, ismerd meg önmagad. És most már tényleg a vége felé járunk, de nagyon motoszkál bennem a beszélgetésünk alatt végig az a kérdés, hogy Várjunk-e visszaigazolást, várjunk-e igazolást azzal kapcsolatban, hogy jól csináltuk, nem csináltuk, vagy próbáljunk meg minden apró mozzanatot egy igazolásnak venni, és hosszú távon pedig ne várjunk egy, egy nagy visszaigazolást arról, hogy igenis jól csináltuk. Az jut eszembe, hogy évekkel ezelőtt olvastam valahol, hogy valaki folyamatosan azzal törődött, hogy mit szólt a környezete, és hogy mit gondoltak, és hogy hogyan viszonyultak hozzá és feltették neki a kérdést, hogy, hogy és az életed végén hogy látod? Mit mondtak? Mm -hmm. Engem annyira elgondolkodtatott ez, hogy ez megint fejben van. Mond bárki bármit? Tehát, hogy valójában tényleg úgy van, hogy a környezetünk bírál minket mindig. Hogy a környezetünk úgy megengedő, hogy megengedőek vagyunk mi magunkkal. Hogy foglalkozunk azzal a gyerekekkel, hogy hogyan kommunikál, hogyan mondja el azt, amiben ő nem érzi magát elég erősnek, vagy éppen gyengének. Hogy hogyan éli meg azt, hogy valamit nem tud teljesíteni, ami lehet, hogy nem is annyira lényeges, az ő fejében tűnik annak, de hogy annak a, az elfogadása, és nem az elengedése, annak az elfogadása, hogy vannak rossz napjaim, most így vagyok ebben benne, az segíti a szülőnek is, és az, és legfőképpen azt hiszem, hogy ebben itt az anyák szerepe ezekben a helyzetekben is sokkal Erőteljesebb szerintem engedem meg magamnak azt, hogy szelepeljek, hogy legyen szelepem. És ha van szelepem az egyik helyen, akkor észrevehetem, hogy a gyerek tud önállóan gondolkodni. Hogy megengedem neki, nem mindent viszek helyette, hanem van az életének olyan területe, amit önállóan rábízok. És amikor azt látom, hogy oh, oh, milyen ügyesen elment az edzésre. Lehet, ha ilyen ügyesen elment az edzésre, akkor még lehet, az, még lehet, hogy meg is tudná tanulni a történelmet egyedül. És akkor észreveszem, hogy el tud menni az edzésre, meg tudja tanulni a történelmet egyedül, akkor lehet, hogy simán elengedhetném a nagyihoz hétvégére, mert ugyan fizikából dolgozatot ír, de ha megbeszélem vele, hisz megtanulta a törit is, akkor a föci is biztos menni fog meg a fizika, és akkor elengedem a barátaihoz, mert azt látom, hogy felelősséget tudott vállalni, és amikor felelősséget vállalt, akkor lett egy szabadságom. És nagyon jó átkeretezés, mert én meg tudom ennek az ellenpéldáját, hogy azt mondom a gyerekemnek, azt is mondhatom neki, hogy persze a focira el tudsz menni, de a történelmet nem tudod megtanulni. Igen. És már is az átkeretezésről beszélünk. Abszolút. Végig egy záró gondolatra mindenképpen hívlak, de addig is megosztom Emma Stroh mondatát, amely hát tulajdonképpen közhelynek is nevezhető, de hát igaz, tehát én is tapasztalatból beszélek. Ez a gyermeknevelés egyetlen igazság, amivel szolgálni tudok, minden elmúlik. Igen, és milyen igaz, hogy semmi nem tart örökké, és hogy ez a pillanat, amit megélünk, és amiben jól vagyunk, és amire van mit emlékeznünk, ott viszont szedjük elő a hálát hogy az öröm nagyon sokszor azon múlik, hogy a hálát érezzük-e azokért a pillanatokért, amiket együtt megélhetünk. Zárószóként nem is hiszem, hogy találhatnék alkalmasabbat arra, mint Reményik Sándor csendes csodák szavai. Ne várj nagy dolgot az életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk, szírom csodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök. Köszönöm szépen még egyszer Sziládi Hedvignek, hogy itt volt ő, pedagógus és Magyarország első gyermekkócsa. A családi csodákról és csapdákról beszélgettünk az elmúlt órában. A Spiritus adásait megtalálják a Spotify-on, de elérhetőek a népszerű podcast applikációkon keresztül a képmás.hu podcast rovatában és a képmás magazin YouTube csatornáján is. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Bóna Judit.